Bár a napokban 20 Celsius fok felett van a hőmérséklet, erősen érezhető a vénasszonyok nyara, éjszakánként lehűl a levegő. A fűtési szezon beindítása előtt célszerű alaposan átvizsgálni a fűtési berendezéseket. A gázkészülékeknél az első teendő, hogy a gázszivárgás leellenőrzése, akkor utána gázkészülékeknek a állagát átnézni, akár porosodás, pókbeköltözés, főleg konvektoroknál, mert ezeknél jellemző. A másik olyan készülékeknél, ahol hőcserélős rendszerek vannak, sajnos az a tapasztalatunk, hogy nincs megfelelő húzatigény, és ilyenkor elkormozódnak a hőcserélők, ami azt jelenti, hogy visszáramlás keletkezik, amiből sajnos elég sok baleset szokott lenni. Egyre népszerűbbek az elektromos fűtési rendszerek, a kiegészítő fűtésre megfelelőek. Ez a törölköző szárítós radiátor például ilyen. Fel kell tölteni vízzel, ez az elektromos fűtőrút pedig felmelegíti, és maximum 80 Celsius fokon tartja benne a vizet. Emellett a radiátoros rendszerre is rá lehet kötni. Szeretném javasolni a régi fajta fürdőszobákba a fali fűtők helyett egy újfajta megoldást, ami arról szól, hogy egy radiátort tennénk be a falra, és egy elektromos csatlakozóval tudnánk rácsatlakozni, ami egyszerű és gyors megoldás. Ez egy jóval biztonságosabb rendszer, nincs a készüléknek füstgáz visszaáramlása. A gázkészülékek javításánál, szerelésénél és ellenőrzésénél kiemelten fontos, hogy csak a megfelelő szakember végezze el a munkát.